Jó napot kívánok, Molnár Balázs helyettesítem. Elnézést, épp a katalógust olvasom fel. Pont jókor, Dóth János vagyok, és Molnár Balázst helyettesítem. Ez a négyes csoport, nem? De. Beírnak akkor, hogy meghatalmazott útján van jelen betegén, influenzára tippelek, de ugye nem én járok ki, de hányás, láz, végtag, fájdalom. Uram! Igen? Itt oktatás zajlik. Igen? És hány fős ez a csoport? 24. Igen, és jelen vagyunk négyen? Foglaljon helyet, kérem. Akkor nem csodálkozom, ha bemegyek egy patikába, és megkérdezem, hogy mit javasolnak mondjuk refluxra, csak néznek, mint borjú az új kapura. Uram! Biztos ők sem jártak gyógyszerészeti biológia órára. Molnár úr! Tóth, csak helyettesítem Molnár urat. Köszönöm. Kérem. Beteg a Balázs? Aha. Én a haverja vagyok. Josh. Józsi angolul. Tóth János. Jancsi. Mi azt illeti? Elég nagy paraszt ez a tanár. Biztos gyógyszerész. Tessék? Nem önnek mondtam. De hallottam. Ilyen fülük lenne a patikában is. Nem lenne ez a visszakérdezgetés? És az a 20 diák a kilóg? Az honnan fogja elsajátítani a mai anyagot? Ha? Influenza járvány van. Aha. Egész héten alig voltak. De dönts el, hogy bennmarad és hallgat, ami benne van az egyetemi hallgató kifejezésben, vagy pedig kimegy és hagy bennünket dolgozni. Módszertanilag nem akarok beleszólni, de ha ennyi a hiányzó, én ismételnék, vagy játék lenne, kvíz, vagy szópóker, esetleg kihagynám az órát. Ez jó ötlet. Fáradjon ki, kérem. Nekem ebben nincs szabad mandátumom. Nekem benn kell maradnom ezen az órán, egy megbízást teljesítek. Rendben van, akkor megkérhetném, hogy maradjon csöndben? Persze, persze. Csak még egy megjegyzés. Elég ironikus, hogy a gyógyszerész karon van influenza járvány. Ez azért elég sok mindent elárul. Vagy ön megy ki, vagy én. Ez az ön döntése, ezt a terhet nem venném a nyakamba. A cucc mesüge, tök alsó, mindegy. Ne haragudj, le kell tennem. Ő az. Milyen ő az? Mi? Milyen ő az? Legyen szíves, távozom. Ha nem lesz óra, távozom, mert akkor nem kell jegyzetelnem. De ha lesz óra, itt maradok. Jogom van hozzá. Ön nem az egyetem hallgatója. Az egyetemi előadások tudtommal nyilvánosak. Ez szeminárium. Na, itt tanulják a bevőközpontúságot. Gyógyszerlobbi, gyógyszerész mappia. Az erőszakhoz, ahhoz értenek. Szégyeljék magukat, kapszula hiénák. Ez az, vegyek csak. Majd csodálkozni fognak, hogy a kereskedelmi csatornák tucatjaival kell elszámolniuk. Lát, leletet fogok vetetni. Sajnálom, hogy maguk közül maradt még néhány Magyarországon. Szégyen, biócás emberek, bocskos hiénák!